Én misszionáriusként jöttem Magyarországra. Természetesen a létem azt mondja, hogy az egyháznak a missziót valahogyan elő kell mozdítani, és ezért is vagyok itt. A Verbita rendnek a tagja vagyok. Ez egy missziós rend, vagyis pontosan mondva Isten ige társaságának a tagja. Ez egy nemzetközi missziós szerzetes rend. Most Magyarországon körülbelül 11 éve, 2006-tól én a pápai missziós műveknek vagyok a vezetője. Sokan nem is ismernek, mi a pápai missziós művek. Vannak olyanok, akik ismernek, vannak, akik helytelenül ismernek. Ez egy vatikáni hivatal, nem a Verbiták háttérműve, ez nem Verbita rendnek a leányvállalata vagy valami ilyesmi, hanem ez külön áll teljesen a Szent Atyának a missziós hivatala egy országban. Több mint 140 országban jelen van. Na, ezen belül van 4 ágazata a pápai missziós műveknek, és ezeket előmozdítom, a hiterjesztés műve, és ennek a keretében például ezt is lehet belevetni, hogyan lehet a hitnek az örömét, a erejét hirdetni, és megmutatni, hogy van értelme még mindig mai világban, és hinni Istenben. Hit terjesztés, ha Krisztus feltámadt és él, ennek az örömét és erejét hirdetni. Szóval felnőtteknek, mert természeténél fogva az egyház missziós jellegű, tehát ezt a hitet tovább kell adni, azt mondja, hogy menjetek mindenhol, és akkor mondjátok másoknak ezt az örömhírt, ez Krisztus parancsa. És a hiterjesztés művének a része ez, hogy éppen lelki gyakorlat is tartok például. A második pedig Szent Péter apostol műve, ez a fiatalokban hogyan lehet a missziós lelkületet ébren tartani, hogy fennmaradjon, mert azok későbbiekben családot alakítanak, vagy éppen hivatások születnek belőlük, mármint papi vagy szerzetes hivatások. Szóval az egyháznak a jövője, úgy, mint a gyermek, az a harmadik pedig a Szent Gyermekség műve. A gyerekeket kis korától kezdve missziós szellemben kell nevelni. És akkor van ott a negyedik Unió Clérinak mondja, szóval a papi szerzetesi egység, azok, akik nap mint nap találkoznak a hívekkel, akikben kell, hogy maradjon a missziós lendület, hogy ezt tudja továbbadni a híveknek. Tehát így 4 ágazata van a pápai missziós műveknek. Egyébként ez a pápai missziós művek, ez egyfajta komoly képzést jelent kiskorától végig. Az ember kíséri és tudatosítja bennük, hogy az egyház missziós természetű, és mindenki misszionárius ilyen szempontból. Senki nincs ki ebből a körből. Aki megvan keresztelve, annak ilyen lelkülettel kell élnie a hitet. Nem csak én, aki jött egy másik országból, vagy innen azok, akik mennek egy másik országba. Nem csak azok a misszionáriusok, vagy mindenki az, aki ebbe a küldetésben tartoznak, mivel megvan keresztelve őket, és megkapta ezt a küldetést. Ma Európában és a nagyvilágban egyre többet hallunk a keresztény üldözésről. A missziónak milyen feladata van ebben? Mi nem tudunk tenni semmit ez ellen, mert mi mesterünk az már elején elmond, aki akar engem követni, annak számítani kell üldözésre. Tehát ha üldözés megvan, akkor az azt jelenti, valami jót történik velünk. Ez nem egy rossz jel. Mind emberi szempontból nehéz az így felfogni, ahogy mondom, mert minek kell üldözni. Hát ha Krisztust üldözte, akkor én azt hiszem, azok, akik őt követnek közelebbről, azok is üldözés fognak szenvedni. Különböző szempontból. Európában üldözés egy kicsit másképpen van. Én mindig mondom, hogy Európában az Krisztus híveket úgy üldözik szellemileg. Tehát közömbösség, liberalizmus, individualizmus. Tehát ezek a ideológiák támadják a kereszténységet. Itt nem olyan, mint mondjuk Afrikában vagy Ázsiában, elvisznek is, akkor megölnek, kivégeznek meg, mindenfélét művelnek fizikailis szempontból. Ez az üldözés az ott van más országokban. Közel-Keleten most, amit hallunk a iszlám fundamentalizmus miatt nagyon sok keresztény ember adja az életét a hitért.
ez ugyancsak történik, azt hiszem mostanában egyre több Indiában is, és eljön azok a napok, hamarosan itt is lesz, mert nagyon erősen fönt van, vagy éppen erősödik nap, mint nap a hindu fundamentalizmus, és ez időnként veszélyesebbnek tűnik, mint a iszlám fundamentalizmus. Tehát ott is a közel jövőben már voltak, 2006-2009 táján nagyon sok embert ülték meg, meg öldözés volt ott, különösen Odisában, tehát az egy állam, ahol volt ez akkor a keresztény öldözés. Amiről nem nagyon halljuk, mert mi azt gondoljuk, hogy a hinduizmus nagyon befogadó, toleráns, meg ilyen dolgokat hallanak. Pedig az így is van, de most nem úgy van. 1992-től kezdve hindu fundamentalizmus nagyon erősödött, vagy akkor kezdve, és most már azt hiszem a csúcsot ér, mert ilyen egy kormány van Indiában. Csak azért mondom, hogy ott másképpen van az üldözés, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ők menekülnek, vagy éppen akkor nem tudom, ők vívják a harcot, nagyon sok ember meghal, de akkor is mondja, mi nem tagadunk a hitünket. Tehát üldözés nem lehet elkerülni. Az, ami kereszténységnek a szó maga mondja, keresztény, kereszt benne van, egyfajta szenvedés, fájdalom benne van. És ebben van az értelme is egyben. Tehát aki ebből menekül, az nem is lehet keresztény. Akár a mindennapi életünkben is. Tehát a szenvedés, meg a megpróbáltatások, ezekből ha akarunk elmenekülni, az jönni fog utánunk. Tehát ebből nem lehet menekülni, ezt át kell ülelni, és akkor így kell legyőzni. Ez az üldözés is így van. Krisztus is átülelte a keresztet, és így legyőzte a bűnt és a halált. Ez hiszem fontos, hogy jól megértjük. És lehet, hogy jövőben Európában is olyan keresztény üldözés, úgy, mint ami történik most éppen Afrikában, vagy Ázsiában, vagy Közel-Keleten. Mi nem tudjuk, de ennek a jeleit azért lehet látni.